Péntek, szombat, vasárnap nem voltam, mert az, mert szombat, vasárnap nem voltam, mert és a regenerálás az éjségsztrájk után, aztán hétfő jöttünk. A plakátoztad is, ugye? Igen. Azokat a képeket meg átköszön. Ez jobban tos. Ez fontos, de most ott nem tudom. Mióta fizetted egyébként? Mennyi időt fizetted őket? Jó, azt akkor először azt kérdezném, hogy amikor, mennyit vett föl, mikor, és most mennyi tartozása van, mennyit kéne fizetnie? 2003-ban családi ház vásárlására vettem föl 5 millió forintot. Akkor a kezdő részletem volt 20.380 forint, utána a második évtől 44.000 forint, majd a tizedik évtől tavaly decembertől lett volna 65.000 forint, és 2016-tól pedig 85.000 forint. De én tavaly december óta nem fizetem, mert úgy döntöttem, hogy ez már olyan szintű uzsora, illetve az információk, hogy jöttek a csalásról, meg az átverésről, tehát úgy döntöttem, hogy nem fizetem. És amikor bementem a bankba, hogy megkérdezem, hogy mennyi még a tartozásom, akkor ők azt mondták, hogy, illetve kiküdték papíron is, hogy 8.940.000. Tehát az annó volt 5 milliót felvett, most 8 milliót. Számításom szerint én már visszafizettem az 5 millió forintot, de ezen felül még kérnek tőlem 8.940.000-et, ami számomra elfogadhatatlan, tehát ez nem kérdés. Valamennyit könnyítene a mostani javaslat, amiről a bankok és a kormány tervezik? Semmit nem, és számomra ez is elfogadhatatlan, tehát én nem fogok aláírni semmit, tehát számomra csak az eltörlés és a kártalanítás az egyetlen járható megoldás. És mi a véleményük, hogy ami most folyik, tehát ez az egyezkedés, ugye a kormány azt csinál, hogy ők nagyon is a bankokra most rászállnak, harcolnak a bankokkal, tárgyalnak ezekről. Ön szerint valójában... Ezt, aki követi az eseményeket, ez tisztán látja, ez időhúzás, semmi más, időhúzás, maszatolás, ez az embereknek a félrevezetése, azt a látszatot keltik, hogy ők akarnak valamit, de valójában semmi nem történik, és ebből már nagyon elege van mindenkinek. Tehát én azt látom, azt érzem, azért is vagyunk mi itt, mert azt szeretnénk, azt követeljük most már, hogy a végrehajtásokat állítsák le. Mert ez, hogy mennek a tárgyalások, mindenki tudja, hogy csalás történt, mindenki tudja, hogy az egész egy átverés, és annak ellenére még folynak a kilakoltatások, illetve a végrehajtások. Ez olyan abszurd helyzet, amit megdöbbenve nézünk, de a maguk módszereivel szeretnénk kikényszeríteni, vagy kikövetelni, hogy ezt állítsák le, mert emberek kerülnek utcára, ami fájdalmas, és embereket, családokat tesznek tönkre. Köszönöm szépen, és akkor a nevét szeretném megkérdezni. Bartó László. Bartó László, oké, és Budapesti? Jászkara Jenő. Jászkara Jenő, ezt meg is? Az egyetlen.